középkorai fajtáink között újdonságnak számít a GSS-3071-es hibridünk. Az utóbbi két évben párhuzamosan több országban próbáljuk elterjeszteni ezt a hibridet. Magyarország mellett Törökország, Görögország és Európa más országaiban is kipróbálás alatt van ez a hibrid. A 3071-es hibridünk az átlagosnál jobb szárszilárdsággal, állóképességgel rendelkezik, stabil a középkori fajták között, egy kicsit a magasabb habitusú növények közé tartozik ez a fajta. A termőképessége az nagyon jó. Azt mondanám, hogy nem is kiemelkedő, inkább stabil a termőképesség, tehát egyöntetően képes arra a 18-20 tonnás termésre, aminek pedig az előfeltétele az, hogy viszonylag egyöntetű csöveket terem, a cső nem túl hosszú, de nagyon kiegyenlített, hasonló, mind a cső hosszúság, mind a cső átmérő az jellemző, és általában tökéletesen termékenyül a cső, és ahogy már láthattuk az előbb, a cső csuhéborítottsága is kiváló, nagyon jó közé tartozik. Magyarországon különösen érdekes a fajtánál, hogy a kukoricacsíkos mozaikkal vírussal szemben rezisztens a fajta, tehát mindenképpen helye van a termesztésben, akár a korai szegmensben, de mivel a középkorai csoportnak inkább a vége felé érik a fajta, ezért akár a későbbi fővetésben, de még a másodvetésben is jól használható és megbízható a GSS-3071-es. A cső minden szempontból jó tulajdonságokkal rendelkezik, többek között a szemmélyisége, a szemszíne és így a szemkihozatala is kedvező. Tehát feldolgozásra és frisbee-hozba is ajánljuk a GSS-3071-es hibridünket.